Nekem a legnagyobb félelmem, mint ugye Erasmus szakmai gyakorlatos, nekem az volt, hogy nem találok magam körül embereket, akikkel tudnék kapcsolódni. Én talán még az utazás előtt volt is egy ilyen rémálmom, ahol próbáltam körbefutni, és senki nem ismert, mindenki, az ismerőseim is elfelejtettek, és egyedül voltam, és rettentesen ijesztő volt ezzel a gondolattal kimenni, hogy de mi van, ha egyedül maradok? És hát igazából ennek borzasztó egyszerű orvossága van, nyitottság, tehát, hogy én az első nap megérkeztem a kollégiumba, benyitottam a szobámba, nem volt se párna, se takaró. Egyébként hozzáteszem, nagyon-nagyon szépek a francia kollégiumok, de mint kiderült, a párna és a takaró az nem jár hozzá, a saját privát konyha meg valamiért igen, tehát ez egy érdekes kettőség. És hát akkor mondom, na most mi lesz, vasárnap este volt, és hát mit lehet tenni, bekopogtam a szomszédhoz, aki kedvesen meghívott, meginvitált egy párnára, egy takaróra, egy nagy adag társasjátékra, és összeismertetett a barátaival. Aztán a következő nap a laboratóriumban is kiderült, hogy van egy diákkör, elmentünk együtt piknikezni, és így aztán elég rövid idő alatt csak az a nyitottság, hogy az ember minden helyzetre, amikor meghívják valóban, azt mondja, hogy igen, ezzel nagyon rövid idő alatt igen-igen sok embert meg lehet ismerni, és ki fog alakulni, azt hiszen azért ők is tudják, hogy egy külföldiről van szó, aki azt se tudja, hogy itt mi kúszik, meg mi mászik, megsegítik az embert, és rövid idő alatt ki tud alakulni az a közeg, amiben az ember támogatva érzi magát, meg biztonságban érzi magát. Úgyhogy ez hála Istennek egy abszolút beképzelt félelem volt, amiről kiderült, hogy nagy tévedés is volt.